így néz ki eddig a szigetünk. Kaptunk egy csomó jó kis cuccot. Lett egy... Na szavaztok és sziasztok, én se látok itt zárvak és üdvözöllek titeket a csatornám, és üdvözöllek titeket a Minecraft-ban. Máma az egyblokkos túlélőnket fogjuk folytatni, de ugye megígértem, hogy 103 feliratkozónál skinváltás lesz, úgyhogy akkor rá is közelítek, és mire kizumolok, új skin lesz rajtam. És, na hát srácok, akkor ez az a skin, ugye levettem a kapusznyát, meg a szájvédőjét, meg a kesztyűt, meg a... kendői, tehát nem tudom, srácok, hogy ez ott tetszik-e nektek. Írjátok meg a véleményeteket, hogy mi maradjon meg, hogy esetleg talán a nyakkendője rajta maradjon, vagy a kesztyűk is, vagy ilyesmi. Szóval így néz most ki az új skin. Hát írjátok meg a véleményeteket, hogy tetszik-e, vagy sem. Most ebbe a részbe ez így fog lenni, és hát igen, srácok, ilyen kicsit zöldes póló van rajtam, szóval... De egy kicsit bugos lesz, szóval kicsit így át lehet látni így a testemen, úgymond. Na mindegy, várjál. Mi ez a lag? Stop. Na mindegy, srácok, akkor szerintem, ugye így néz ki eddig a szigetünk. Én még sok mindent terveztem itt, és hát akkor azt terveztem, hogy akkor most ugye elértük a harmadik szintet, már 431 blokkot ütöttünk ki, szerintem, hogyha 685-öt ütünk ki, akkor lesz a következő szint. Úgyhogy szerintem most lesz egy kis timelapse, hogy ezeket itt ütögetem a blokkokat. Várjál, akkor lehet, hogy kelleni fog hozzá. Hát egy pár dolog itten, hol vannak a dolgok. Ha kelleni fog hozzá egy csákány, ami mindjárt eltört. Akkor várjál, craftolok, akkor kelleni fog hozzá ugye fa. És igazából ennyi. Ja nem, kő is kell hozzá. Nincs kövem. Vagy írom én, ja, hogy itt van fenn. Mi? Itt sincs köve? Mi a fene? Elhasználtam összes kövemet. Bakker, az gond. Hát akkor facsákányt fogunk csinálni, srácok. Na, nem túl hangos a Minecraft. Szerintem amúgy túl halk. Na mindegy. Akkor kezdődhet is a timelapse, és akkor, hogyha új szintet léptünk, akkor lesz vége. Úgyhogy 3, 2, 1, timelapse.
És srácok, szintet is léptünk, végre ez a hosszú timelapse után szintet léptünk. És hát akkor meg is mondanám, hogy akkor mi is történt, szóval az történt, hogy egy róka ide beugrott és egy pár állatot megölt, viszont jött egy pár jeges medvénk, akkor kinőtt a tökünk, léci ne értsetek félre, és hát szétugrált egy róka, egy másik róka, úgyhogy ezt most újra el kellett ültetnem. Akkor kinőttek ezek, kinőttek a tökök, a dinnyék, és lett egy kutyánk, srácok, itt egy kutya. Igen, szóval így nagyjából ennyi történt. Ja, nem. Még kaptunk egy csomó jó kis cuccot, amivel most fejleszteni tudjuk a szigetet, meg mindent, csak sajnos nem kaptam lávát, pedig az kellett volna a végtelen cobblestonehoz. Viszont srácok, ugye azt tervezem, hogy itt legyen a ház, de ide földet raktam, úgyhogy nem itt lesz a ház, hanem úgy lesz, hogy ugye itt van ez a izé, itt ilyen rét lesz, srácok, itt ilyen kaják, meg minden, itt pedig az állatoknak lesz a helyük, és akkor ott lesz a házom, meg ilyen dolgok így a kövön. Úgyhogy akkor szerintem el is kezdeném ezt a dolgoknak az építését. Ja, kell hozzá egy kis kő, ugye fejleszteném tovább akkor a szigetet. Ezt meg elrakom, lenne nekem elég. Jó, bár a dinnyit elviszem. Meg akkor a tököt azt itt kiütöm, amit már kinőtt. Meg itt a dinnyéket is, akkor már elviszem, mert méne, hát egy kis kajam, nem árt. Igaz, hogy végtelen kajam van, mert ott van az a gombás tehén, meg itt van tálkám, de azért változatosság kedvéért, ne csak gombalevest tegyek. Oké. Akkor, ja, kezdődik akkor a timelapse, hogy most így nagyobbítom a szigetet, úgyhogy akkor 3, 2, 1, sziget nagyobbító timelapse. Hát, ja, akkor ennyire újítottuk, srácok. Akkor azt csinálnám, hogy hát, ja, tudom, hogy fél napokból kéne, hogy több ideig elérjen, de nem tudom, srácok, nekem igazából inkább azt akarnám, hogy legyen végre lávám, hogy legyen végtelen kapuszónom, és akkor már ugye nem kéne spórolni vele. Hát egyenlőre ugyanúgy nem fogok spórolni, és hát nem tudom, majd meglátjuk, hogy hogy sül össze, hát eddig, vagy hogy mi? Hogy sül össze? Mi van? Na mindegy, hogy azt a, ez milyen blokk? Ez az eredeti Minecraft-ban létezik, ilyet még sosem láttam, ezt megnézem most, ez mi? Prismarine, ja? Prismarine, hát biztos jó van, te mondod. Ja, lehet belőle lépcsőket meg ilyesmit csinálni. Jó, akkor azt csinálnám, srácok, hogy akkor lebontanám a házamat. Jó, lebontom a házam. Óvatosan. Meg várjatok, srácok, szerintem, és csak repkítom az ajtót, na, megfogom a kapámat, itt, így, úgy, lekapálom szépen, és akkor ide berakom ezt, így, négyszer, és akkor ezt így, tökéletes, nem? Ó, ki is nőtt ez a dinnye, akkor ezt ki is ütöm, még több dinnye, sosem árt, 20 dinnyénk van. Jó, akkor ja, bontom tovább itt ezt a házacskámat. Á, ne, srácok! Ne! Leestem, ezt nem hiszem el! Ó, pedig volt egy jó pár cuccom. Ó, bakker. Viszont mi ez? Kaptam ilyen kezdő cuccokat. Jó, kösz. Hát ez nem fog sokra menni. Bakker, srácok. Aj, nem gondoltam volna, hogy ez velem is előfordul, mindegy. Aj. Na mindegy, akkor most be is építem ezeket a dolgokat itten, hogy nehogy leessek megint. Igazából úgy volt, hogy itt ütöttem ki azt a blokkot, és hát nem tudtam, hogy azon is állok, szóval hogy itt így sneakeltem, ezen a blokkon voltam, és akkor ezt ütöttem ki, és akkor valahogy erre ráálltam, és akkor nem tudtam. Azt hittem, hogy ezen állok, és akkor úgy azt, na mindegy. Ja, akkor ez így néz ki, ez a házunk. De hát akkor majd valahogy oda fogjuk átépíteni. Meg ezek itt is van egy kis tervem, srácok, meg azzal a végtelen vízzel. Nagyon sok víz lesz, lesz szükségem. Nem, hát majdnem egy medencét fogok ide építeni. Olyan féleséget, de a szörnyeknek lesz a medencéjük. Na mindegy.
Nem akarok előre spoilerezni. Hát akkor szerintem, hát óvatosabbnak kéne lenni, és hát akkor kelleni fog nekem egy kis föld. Igen, és akkor hol vannak dolgok? Igen, meg szerintem akkor csinálok majd kerítéseket is. Vagy várjál? Jó, na akkor. Ja, lesz most egy timelapse, ahol nagyobbítom a szigetemet, a föld szigetet. Ugye lesz egy kabelszónos része, meg egy föld része, itt lesznek az állatok, ott pedig a szerkezetek úgymond, nem lesznek igazi szerkezetek, csak hát itt dolgok, érted, egy házam, a kabelszón generátor, végtelen víz, meg ilyenek. Na mindegy, akkor folytatódjon, vagyis hát folytatódjon, inkább nem tudom, na mindegy, szóval timelapse. Hát igazából nagyobbítottam, szóval, ja. Ezeket viszont én itt kiütném, hát ez most így, ja. Ezt kiütöm, meg akkor kell nekem egy csákány, most kaptam, mert leestem. Nem tudom, milyen értékbe kapom ezeket a dolgokat, vagy mit kaptam? Kaptam csákány, crafting table-t, meg fát, vagy nem tudom már mit kaptam. Szerintem nem tudom, milyen mennyiségbe kapom, mindig, hogyha leesek kapom, vagy hogyha bizonyos mennyiségi cuccal esek le, akkor ahhoz képes kapok bizonyos mennyiségi cuccot. Na mindegy, nem tudom, srácok, viszont akkor ezeket a dolgokat berakom a ládába, mert ott biztonságos helyen lesznek. És hát akkor ezt a kutyámat, őt most ide elviszem, ja, ide, vagy nem, hol vagy kutya? Kutya? Na, nem követsz? Gyere. Gyere ide. Kutya. Gyere ide a köves részhez, itt jó, jó. Itt fogsz most izépjelni, jó, itt lesz majd a jövőbeli ha bár nem. Az szerintem itt arrébb lesz. Meg ott még fel kell fejeznem majd a sarkot, és ha lesz cobblestone-om. Ja, oké, akkor csináljuk. Szóval ezt kelleni fog nekem ugye egy kis fa. Oké, itt van 20 fa. Ezt akkor át is craftolom, és... Ó, most nincs itt crafting table, akkor mégiscsak kell a crafting table, na, újni. És akkor csinálunk belőle egy pár potot. Na, hogy van ez? Habár szerintem ennyi elég lesz, nem? Na, és akkor ezt ide, ezt meg... Na, de miért nem raktad? Így. És akkor van nekünk 9 kerítésünk, ez nem annyira sok, de akkor egyelőre ennyivel kell beérnünk. Oké, akkor így. Csinálom ezt a dolgot. Ide egyenlőre nem rakom, mert itt még járkálnom kell. Viszont akkor itt voltatom. Oké, okay. Egy. Na, oké, okay, akkor most összeset le is craftoltuk kerítésre. Szerintem akkor itt ezt be is építem így. Szépen. Na, akkor ezzel meg is lennék. Akkor még ide lerakom ezt a kucsú 3-at. És hát akkor ez így, nem tudom, várja. Itt van kávé a közepe? Ja, szerintem itt. Ide akkor csinálok egy kaput, lassan aludnom kéne. Úgyhogy lerakok egy ágyat. Hol van az ágyom? Ne! Csak azt nem mondta, hogy leesett az ágyom. Ne, srácok, ne! Ezt nem hiszem el. Az ágyom leesett. Várja, oké, van nekem egy pár string. Ennyi van, összvisz. Aha, itt sincsen. Nem. 7 string, meg még akkor ugye, na ott lent, ott van még ez a kettő, hát az kettő gyapjú srácok. Hát ez gond, mit ne mondjak. Hát akkor nem tudjuk átugrani az estét. Ó, bakker, hát ott tehogy nem várjam, hát haló, hol van a, kell nekem ez, és akkor itt egy bárányunk még maradt, hol van az a bárány? Itt kubucskát, nem félre kell, vagy valamit kell kezdeni, na várjál, na, hát nem enged oda a léz, már hát. Engedjél már oda a bárányhoz, te medve. Hát de komolyan. Na, oda engedsz. Végre. Oké, kettő gyapjú. Engedjetek ki, léci, ne üljetek ki. Ne. Ne, mi csinálsz? Ne, mit csináltok? Aj. Vaj, miért van nálam gomba? Levágtam a gombás tehénről a gombát. Mi van? Hát de várja már, akkor óvatosan kell ezt csinálni, mert... Ha még egyszer levágom, akkor az már nem lesz jó. Érted? Hogyha még ennek a kettőnek levágom, akkor már nem lesz végtelen kajám. Úgyhogy óvatosan kell ezt bánni. Na mindegy, akkor ez megvan. Gyorsan akkor a stringeket akkor ki is veszem. Itt is le tudom craftolni, remélhetőleg. Igen. És akkor megvan a 3 gyapjú. Erre most már tényleg vigyázni kell. És akkor még akkor kell nekem fa. Az pedig itt van. Így, akkor ezt le is craftolom. Így, arra. És akkor ezt lentre, ezt meg ide. Így. Kész. Oké. Okay. Jó.
Oké, újra van ágyunk, akkor le is fekszek aludni. Ezt nem akartam beírni. Hát akkor remélem tetszett ez a rész, srácok, ennyi lett volna. Írjátok meg a kommentbe, hogy tetszik-e az új skin, ha nem, akkor mondjátok meg, hogy változtassak rajta. Viszont a te neked vissza kéne vinni, nem? Na várj, az egyik visszament. Ezt jól látom. Aha, az egyik már visszament. Hát vissza tudnak ugye menni, ide bemennek a... Vagy bemennek, felmennek erre a blokkra, azt úgy bele. Gondolom, ez azt csinálta, nem? Hát majd csak belemegy az magától, mindegy, oké. Okay. Akkor, srácok, várjad már. Hát itt van egy levegőkerítés, ez észre se vettem, az életem idén leraktam. Na, oké. Okay. Akkor van még kettő kerítésünk. Hát ez egyenlőre nem fogok mit kezdeni. Ó, várjátok, mielőtt még lezárom ezt a részt, valamit elfelejtettem. Na, gyors kraftolok magamnak egy ilyen. Ó, oh, ez így nem jó. Na, srácok, akkor így ezt le is kraftolom ezt az ajtót. A tehén az még mindig nem ment bele. Ó, viszont több ajtó kéne nekem, nem? Tehát ez most lerak... Bú, bakker! Nem ilyen fából kellett volna. Hát ez hogy néz ki? Ja, várj, de ezek ugyanolyan fából vannak? Ezek ugyanolyan fából vannak. Ó, kinőtt a dinnyim. Na jó, mindegy, srácok, akkor inkább ezzel majd legközelebb foglalkozok. Akkor, ja. Na, srácok, akkor ennyi lett volna ez a rész. Remélem, hogy tetszett. Így néz ki eddig a szigetünk. Találkozunk legközelebb. Ha tetszett, akkor ugye jelezd egy lájkkal, és oszd meg a barátaiddal, és ne felejtsd feliratkozni, és megnyomni a csengőt, hogy ne maradj le újabb videókról, mert minden nap jön újabb videó, legtöbbször Minecraft, sőt, szerintem csak Minecraft fog most már jönni, kivéve 19-én, tényleg srácok, azt még el akarom mondani, hogy mostantól akkor úgy lesz a csatornám, hogy hétfőn meg szerdán mindig livestream lesz, többi napokon pedig ez a három Minecraft sorozat fog jönni, ez az egyblokkos túlélés, a hardcore túlélés és a városépítés túlélőben, de viszont 19-én, hogy mindig, hogy a 19-ig lesz, akkor egy random másik videó, mint például egy Cleverbot, vagy Ödönnyomában, vagy High Girl Lover, vagy random valami más. Vagy például valami challenge, vagy ilyesmi, oké, srácok? Szóval remélem, hogy tetszett, de azért írjátok meg amúgy, tényleg írjátok meg, hogy melyik sorozatot akarnátok folytatni, meg hogy ez így tetszik-e nektek, hogy akkor most már így lesz a sorozat, így lesz a csatorna, meg ilyesmi, szóval véleményeket várok a komment szekcióba, viszont remélem tetszett ez a videó, találkozunk legközelebb is, viszlát és hello!